Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Zoltán, 16. kerületi képviselő. Önkormányzati képviselő. Önkormányzati szép jó reggelt kívánok. Szép jó reggelt, és természetesen nincsen csütörtök Fazekas Ágnes nélkül sem, a Brajer Press főmunkatársa nélkül. Na akkor nézzük, az előbb már beszélgettünk a DK pártigazgatójával, minthogyha egy úton haladnának, és mindannyian póttestnevelés orákon vennének részt, létrát ragadnak, plakátot festenek, majd utána megszaggatják őket. Ez a megszaggatás, ez egy ilyen gyász jelenet, hogy megtépkedik a plakátot, vagy teljesen el is távolítják? Még egy fontos eszközt mondok, ami kimaradt, Teddy hengert is használok ezt, megtanultam ezt a szakmát, ez egy hosszú teleszkopos Teddy hengert kell venni, és jól át kell áztatni a plakátot. Mi azt szoktuk mondani egyébként, hogy elkezdtük ezt az akciót, ugye pár nappal ezelőtt vasárnap kezdtük le 16. kerületbe. Hatósági támogatás. Ez a fő újítás, amiről szívesen beszélek, hogy mi nem megszaggatjuk, nem átragazgatjuk, nem átfirkáljuk, hanem eltávolítjuk ezeket a plakátokat. Vödörrel. Vödörrel, sok vízzel, Teddy hengerrel, spaklival, hogy én mondjak ilyen fontos eszközöt. De a szemetet nem hagyják. Fantasztikusan ért ehhez. De a szemetet nem hagyják. Nem, a szemetet elvittük. Tehát környezetvédők is. Abszolút szelektíven gyűjtöttük, azt hiszem, hogy ez úgy szemét, ahogyan kell, nem fertőző, szellemi fertőzést okoz, de a papírt pedig eltávolítjuk és elküldjük. Mondják önök, nem erre gondolnak azok, akik kitették őket. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy köztisztasági akció, amit mi elkezdtünk, és örülök neki, hogy a DK is követ minket, az együtt párton belül csak tegnap 6 helyszínen volt ugyanilyen plakát eltávolító akció, és a hét folyamán még ezt folytatjuk. Tehát igazán annak örülök, hogy a kormány belátta. Tehát akkor ingyen befejezik a plakátragasztók munkáját, akik most úgy is leszednék 15. Pontosan erre akartam rátérni, hogy én a kormány segítik ezzel. Igen, bár a kormány az első reakcióiban, ugye mi vasárnap kezdtük el még egyszer 16. kerületbe, és még aznap késő délután, kora este a kormánynak valamilyen főmuftia. Tehát akkor az együtt bizonyos témában koalíciós partnerei lettek a kormánynak? Én azt gondolom, hogy azért ettől távol állunk. Épp azt akartam volna mondani, hogy vasárnap este, most nem is jut eszembe a vezetője a Fidesznek, de jogvégzett ember, ő elmondta, hogy ez hivatalból üldözendő cselekmény, és bűncselekmény és eljárás fognak indítani ellenünk. Akkor is, hogyha bejelentették és rendőri kísérettel csinálják? Mondom, ez egy jogvégzett ember mondta, de lehet, hogy a jogi végzettségét a háttérbe szorított a pártkatonai fegyelme, úgy gondolt, hogy akkor ez így van. Tehát az újításunk, amit mi csináltunk, az éppen az, hogy bejelentettük a rendőrségre. Én sok-sok tüntetést szerveztem korábban barátaimmal, az együttel, mindenféle témákban, tehát ugyanezt a logikát követve demonstrációként jelentettük be. Erre van egy formanyomtatvány, 72 órával korábban kell bejelenteni. A rendőrség egy kicsit ült rajta, tehát a szokásokhoz képest egy kicsit úgy gondolkodott, és hát nem talált olyan jogi okot, amire ezt be tudná tiltani, tehát tudomásul vették, és ezúton köszönöm a rendőrség munkáját, mert kijöttek és biztosították a helyszínt. Az internet adó tüntetésnél nyilván nagyon jól megtanulta, hogy kell ezt csinálni. Igen, azt a Gulyás Balázs csinálta. Jó, nem hát én voltam, én a magánnyugdíj pénztárak védelmében léptem fel még 14 végén, amikor a maradék 60 ezer olyan magánnyugdíj pénztári tag védelmébe, akitől nem tudták kizsarolni az ő magánmegtartását, megvédtük, és legalább nekünk megmaradt a megtartásunk. Zoltán, egy profi tüntetés szervező? Igen. Nekem van egy szakmám, és van egy vállalkozásom, és na, akkor mesélj el nekem, mi a szakmája? Én makroközgazdász vagyok egyébként eredetvégzettségem szerint, és hát büszkén mondom, a soros hálózatnak, vagy a soros katonaságnak ablaszabló tagja vagyok, hogy a CEU-t végeztem el a sorosnak, soros egyetemnek. Majd amikor parlamenti képviselő lesz, akkor az első felszólalásában, székfoglaló előadásában ezt el fogja mondani, hogy ime egy soros katona, hisz az ő egyetemén végeztem? Tehát valóban az ambícióm az, hogy megnyerjem az emberek bizalmát, és a 16. kerületben lett egy pici Zugló is tartozik hozzá, 13-as egyéni választókerület, parlamenti képviselő jelölt, illetve bízom benne, hogy a Fidesz-es jelöltet megverve jelölt egyek. El is kezdtem ezt a kampányt, és egy újságban már például bele is tettük ezt, hogy egyszer úgy végeztem, büszkén vállalom. Amikor elkezdték, bejelentették ezt az egész plakátügyet, nem sejtették, hogy a vizes VB-re eltávolíthatják a plakátokat? Vagy ettől függetlenül úgy érezték, hogy az együtt politikai imázsát emeli ez?
Én bennem ilyen párt logika nem volt, őszintén mondom, személyes felháborodás volt bennem. Akkor hagyj kérdezzek valamit, és megláttam, és megzavart engem, nem párt logika alatt. Zoltán, a különbség ön és mi közöttünk, hogy mi nagyon sok emberrel találkozunk a képernyőn, igen, ön viszont két lábon jár, közlekedik, és találkozik az emberekkel. Az ön kis világában, a 16. kerületben találkozott emberekkel. Persze. Mi az emberek véleménye erről a plakátról? Mit okoz nekik? Ennek meg a másik oldalnak is. Valóban találkozom emberekkel, ezt ugyan maga alapötletet, tehát ezt az újítást, hogy rendőrségi bejelentések csináljuk, ezt én találtam ki, ezt őszintén és büszkén vállom, de maga a plakát eltávolítás, hát legalább... Ez köszönet a szüleinek, hogy fölnevelték és megtanították gondolkodni. Köszönöm szépen, bárcsak hallhatnák már. Maga ezen rendezvényen, a plakát eltávolítási demonstrációnkon legalább 50-60 kerületi lakos volt. Voltak közte pártaktivistáink és barátaim, de a túlnyomó többségét én akkor láttam először, úgyhogy a kérdés a válasz, hogy mit gondolnak az emberek, azt gondolják, hogy kimennek egy vasárnap késő délelőtt, munkaruhában, Teddy hengerrel, nem mondom tovább az eszközöket, és el akarták távolítani. Nem csak megszaggatni, átfestegetni, hanem tűnjön el ez a szellemi fertőzés. Mindez spontán vagy szervezéssel? Szervezéssel. Egy Facebook eseményt csináltunk, teljesen nyilvánosan. Kiléptünk abból, hogy éjszaka leple alatt titokban bujkálva, hanem fényes nappal, vasárnap késő délelőtt, büszke hazafiként vállalva a tettünket, és büszkén vállalva tettük, hogy csináltuk ezt, mert szerintem el kellett tüntetni ezeket, és örülök, hogy napokon belül az egész országból eltűnik. És akkor a kerületben közel 60 ember, aki követte önöket? 60 ember az, aki tevőlegesen kijött vasárnap ezt csinálni. Sok. Ez azt jelenti, hogy a kerületben tényleg nem értenek egyet a plakáttal? Vagy mit lehet ebből levonni? Azért ez nem akkora szám, a kerületben nem ennyien élnek. Nem, ennek a ezerszerese lakosa pont a kerületnek, de azért azt gondolom, hogy ennyi ember tevőlegesen a vasárnapi ebéd helyett kijön, vállalva azt a jogi, hát pici dilemmát azért, hogy bár a rendőrség ez biztosítja, de polgári peres eljárás keretében a plakát tulajdonosa beperelheti az embereket, hogy 50-60 ember vállalja ennek akár az anyagi terheit, vagy a más meghurcoltatását, én ezt egy nagyon jó számot tanult érzem. Ember, és mint közgazdász, igen, nem csak a tegnapról, meg a máról, meg a holnapról is beszél. Igen. Most ön részt vett a régi elhasznált plakátok levételében. Uh-huh. Nem tudom, hogy leszokták-e venni, vagy csak átragasztják a következő fordulóra. Nem tudom a szakmát. Van, amikor ennyire nem tudom, de tulajdonképpen segített nekik. Igen. Még aztól sem lepődnék meg, hogyha számlát küldene nekik, hogy segített. Ja, én nekik? Igen. Kérem szépen. Hogy számlát... Nehogy már érdemes volt ide jönnöm ma segített reggel. Leszedni. Igen. De vajon 16-án hajnalban, amikor fölkelnek a 16. kerületi lakosok, és kinyitják a szemüket, és a plakátra néznek, vajon mit fognak ott látni? A hűlt helyét egyébként, már most is 6 plakáttal kevesebb van, egy néhány tucatnyi plakát volt a 16. kerületben. Szépen nyugodtan eltávolítottuk. Lesz valami más. Én bízom benne, hogy nem ilyen undorító, uszító kampány lesz, ahol egy embert, egy idős embernek az arcképét, a nevét uszító hangnemben kiteszik. Ez nem akarok belemenni, hogy ez mennyire áthallásos, szerintem ember emberrel ilyet nem tesz. Ezért kellettünk szintet lépni, abba adni azt, hogy vicces matricákkal átragazgatjuk. A korábbi kormányzati propaganda plakátokkal is nekem voltak bajaim, de ezzel szintet lépett a hatalom, úgyhogy mi szintet léptünk. Úgyhogy büszke vagyok arra, hogy eltávolítottuk, akkor és nézzük, hogy ennek hatására a hatalom is eltávolítja. Hogyan készülön a 18-as választásokra a kerületében? Ez egy nagyon bő kérdés, hány órát ad erre, hogy elkezdjem. Még van rá pontosan másfél perc. Akkor egy nagy levegőt veszek, én önkormányzati képviselő vagyok a 16. kerületben, az együtt színeiben vagyok, és őszintén van, az önkormányzati világ az nagyon más, mint az országos politika, kevésbé a pártlogikai dolgok határozzák meg. Nagyon sok olyan örömöm is van, amikor bár más kezdeményezi, akár a fideszes hatalom kezdeményezi, de kerület fejlődése érdekében én is támogatom és örömmel veszem, az útépítésektől kezdve az óvoda felújítások és sorolhatom, de például zavar engem az, hogy az állam az iskoláinkat elvette. Az önkormányzatnak van az egyik... Vannak iskolában járó gyermekei? Három kislányom is van, igen, akik iskolában járnak. Feltételezhetően felesége is van. Ja, és van egy darab feleségem, és három darab kislányom van, és a lányaim azok, akik iskolában járnak. Azt gondolom, hogy az iskola az egyik legfontosabb önkormányzati dolog, ami volt, és ezt a hatalom erőszakkal, félrebeszélés nélkül államosította. Hogyha együtt tudnak működni a kerületben a Fidesz-szel, sőt azt mondja, hogy örömmel támogatja.
akkor... ilyen ügyekben, akkor mi végre. Tehát ha befejezhettem volna valamit második felé, tehát hogy vannak olyan fejlesztések, amelyek aztán pártlogikai körből ki kell törni, mindegy, hogy ki a fideszes és ki a demokrata, attól még közösen örülünk, de bizony vannak olyan botrányok, amelyeket én már a kerületben elkezdtem fölgöngyölíteni, és pozitív jövőképpel, például korcsolja pályát, hogy mondjak egy nagyon egyszerű önkormányzati dolgot, reményeim szerint az én kezdeményezésemre a kerületben lesz idén ősszel, bár most ilyen kánikulában nehéz gondolni arra, hogy lesz majd hideg tél is, lesz korcsolja pályát. Tehát a válasz, hogy kettős dolog, támogatni a hatalmat olyanokban, amelyben együtt örülünk, a botrányokat fölgöngyölíteni, bemutatni, és pozitív dolgokat pedig kezdeményezni. Ha Amerikában lennénk, akkor azt mondnám a kedves nézőknek, hogy hamarosan a 16. kerületben megnyílik majd a Vajda Zoltán korcsolyapálya, de nem Amerikában vagyunk, úgyhogy itt csak az ötlet az övé. Az elmúlt percekben stúdiónk vendége volt Vajda Zoltán, az együtt helyhatósági képviselője a 16. kerületben, a plakátszagató Vajda úr. Vagy csak eltávolító, de bocsánat. Eltávolító, akit mindenféle megmozdulásokról már ismerhetnek, de új arcát is bemutattuk. Mindent megtesz azért, hogy országgyűlési képviselő legyen, és most már azt is tudjuk, hogy 3 kislánya van és 1 felesége. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. És kint már láthatjuk Bárány Balázs, az MSZP országos elnökségének tagját, aki hamarosan itt lesz velünk a stúdióban. Előzetesek, és már is megyünk tovább. Thank you.